A vesék fontos szerepet játszanak egészségünk fenntartásában. Többek között felelősek vérünk szűréséért, a salakanyagok vizelettel történő eltávolításáért, valamint a hormonok termelődéséért és az ásványi anyagok kiegyensúlyozásáért. A vesebetegségek kialakulásának több kockázati tényezője is lehet. Legtöbbször a nem kezelt cukorbetegség és a magas vérnyomás tünetei állhatnak megjelenésének hátterében. Amennyiben a veseink megsérülnek, úgy salakanyagok halmozódhatnak fel a vérben, ami komoly problémákat okozhatnak megfelelő kezelés és odafigyelés hiányában. Pontosan a felsorolt okok miatt rendkívül fontos, hogy kizárólag olyan élelmiszereket fogyasszunk rendszeresen, amelyek támogatják veseink egészségét. Ebben lehet segítségünkre a vesebarát étrend vagy a vesediéta, ami kiemelten nagy figyelmet fordít a nátrium, kálium és foszfor bevitel mennyiségeire. A sérült vesék sajnos nem tudják megfelelően eltávolítani az említett társványi anyagokat, ezért fontossá válik, hogy a vese problémában érintettek mindenképpen korlátozzák a bevitelüket. Videónkban most hat olyan élelmiszert mutatunk be, amelyeket mindenképpen érdemes lehet elkerülnöd, ha te is szeretnéd veseid egészségét megőrizni. Kóla A szénsavas cukros italok mint a kóla, sajnos rengeteg felesleges kalóriát cukrot és foszfort tartalmaz. A foszfort előszeretettel alkalmazzák az üdítőgyártók, mivel képes fokozni az italok ízét, eltarthatóságát és megakadályozza az elszíneződést. További problémát okoz, hogy az adalékanyagok formájában lévő foszfor nem kötődik fehérjéhez, inkább só formájában jelenik meg, amit a bérrendszerünk könnyebben felszív. Ez a folyamat már önmagában is nagymértékű munkát adhat a veseinknek, ami hosszú távon mindenképpen károsíthatja őket. Ennek eredményeképpen az olyan sötét színű szénsavas üdítőitalok rendszeres fogyasztása, mint a kóla, mindenképpen kerülendő, ha szeretnéd megőrizni veséi egészségét. Konzervételek Levesek, zöldségek, húsok, szinte mindegyik elérhető konzervezárt formában. Sokan szeretik őket fogyasztani, hiszen áruk jóval kedvezőbb, szemben a friss élelmiszerekkel, és sokáig elállnak otthonunkban. Azonban a legtöbb konzerv nagy mennyiségű nátriumot tartalmaz, mivel tartósítószerként sót adnak hozzájuk az eltarthatóság növelésének érdekében. Az elmondottak alapján a legtöbb esetben a vesebetegek számára semmiképpen sem javasolt a konzerv élelmiszerek fogyasztása. Ha mégis úgy érzed, hogy nem tudsz meglenni az említett élelmiszerek nélkül, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy keresd azokat a típusokat, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott sómennyiséget, valamint jó praktika lehet az is, ha lecsöpögteted belőlük a felesleges folyadékot. Teljes kiölésű kenyér A vesebetegségben érintettek számára a megfelelő kenyér kiválasztása kisé zavaró feladat lehet. Hogy miért? Mindenhol azt halljuk, hogy a teljes kiölésű kenyér milyen jó választás, szemben a hagyományos fehér kenyérrel. A vesebetegek esetében ez egy kicsit másképpen alakul. A teljes kiörlésű kenyér valóban táplálóbb lehet, azonban minél magasabb a korpa és a teljes kiörlésű gabonatartalma, annál több benne a kálium és a foszfor. Tehát ezek alapján a teljes kiörlésű kenyér egészségtelen. Erről szó sincs, csupán azzal érdemes tisztában lenned, hogy a kenyereknek magas a nátrium tartalma, ami a vesék számára semmiképpen sem előnyös, illetve a teljes kiörlésű típusoknál még a kálium és a foszfor tartalom is magasabb. Azonban, ha az elmondottak ellenére te mégis úgy érzed, hogy szeretnél kenyeret enni, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy találd meg a legalacsonyabb nátrium-, foszfor- és kálium-tartalmút, illetve korlátozd fogyasztását. Narancs és narancsitalok A narancs és a narancslé vitathatatlanul gazdag C-vitaminban, ami számtalan folyamatban játszik fontos szerepet egészségünk fenntartásában. Veseink szempontjából rendszeres, nagy mennyiségben történő fogyasztásuk azonban nem előnyös, mivel nagy mennyiségű káliumot tartalmaznak. Az elmondottak miatt mindenképpen érdemes lehet erősen korlátoznod a narancs és a narancsitalok fogyasztását, amennyiben vesebetegségben vagy érintett. Helyettük jó alternatíva lehet a szőlő, alma vagy az áfonya, mivel jóval alacsonyabb káliumtartalommal rendelkeznek. A szaggyümölcsök Datoja, mazsola, aszalt széva mindegyik finom csemege, amit sokan majszolnak egy-egy főétkezés között. Amikor ezeket a gyümölcsöket kiszárítják, úgy tápanyagaik erősen koncentrálódnak. Például 175 g aszalt széva 1270 mg káliumot tartalmaz, ami közel ötszöröse annak, ami 175 g nyers szilvában megtalálható. Röviden, amennyiben vesebetegségben vagy érintett, úgy semmiképpen sem javasoljuk az aszad fogyasztását a bennük megtalálható magas kálium mennyiség miatt. Feldolgozott húsok A kutatók a feldolgozott húsokat régóta összefüggésbe hozzák a különböző krónikus betegségekkel, és a bennük megtalálható magas mennyiségű tartósítószerek miatt igen egészségtelennek tartják őket. Feldolgozott húsok közé tartoznak a túzottan sózott, szárított, pácolt vagy befőzött húsok. Jellemzően magas a sótartalmuk, amivel a gyártók képesek fokozni és megőrizni ízüket. Amennyiben túlzottan sok feldolgozott húst fogyasztasz, úgy valószínűleg nem fogod tudni megfelelően korlátozni a nátrium beviteled, ami hosszú távon káros lehet a veseid számára. Ráadásul ezek a húsok még fehérében is gazdagok, ami bizonyos esetekben csak további problémákat eredményezhetnek a vesék esetében. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a vesebetegségben érintettek számára a nátrium, foszfor és kálium bevitelének korlátozása fontos szerepet játszhat veseik egészségének megőrzésében. Diétájuk során a legfontosabb, hogy kerüljék és korlátozzák azoknak az élelmiszereknek a fogyasztását, amelyek nagy mennyiségben tartalmazzák az említett ásványi anyagokat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy bizonyos élelmiszerektől teljesen meg kell szabadulniuk. Viszont mindenképpen fontos, hogy törekedjenek a számukra legoptimálisabb lehetőség megtalálására, és bizonyos élelmiszereket kizárólag mértékkel fogyasszanak. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha úgy gondolod, hogy tetszett, amit láttál, hallottál, akkor kérlek iratkozz fel csatornánkra, tekints meg korábbi videóinkat, és bátranózd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.